Köszöntöm a nézőket, több mint 200 előadó, fergeteges koncertek és több mint 35-féle sportág mindez egy helyen, itt az EFOTON 2019-ben a Velencei tó partján. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, bemutatjuk ugyanis az idei fesztiválnak a programjait, tartsanak velünk! Már a mínusz egyedik napon is igazi fesztivál hangulat volt az EFOTON, az első beköltözők gyorsan felpattintották sátraikat, hogy a Velencei tó partján élvezhessék az első koncertet. A sürgősségi ellátóban a táncé volt a főszerep, nem csak a fiatalok bulisztak, a színpadon is szemmel láthatóan jó volt a hangulat. A Follow the Flow énekesen rendhagyó módon háromszor is fellép az idei EFOTON. Az első estére zenekar nélkül érkezett, csupán egy gitár volt az utitársa. Volt egy életszakaszom, amikor nagyon sokat zenéltem, hát úgymond vendéglátóhelyeken, és valami olyasmit szeretnék most megidézni. Igazából készültem pár vadi új trackkel régen, és ezt csináltam mindig, hogy a legfrissebb dolgokat így kiválogattam, és így elhoztam egy csokorba, és tulajdonképpen még nem is gyakoroltam annyira ki, de az újdonság erre ez igazából így nagyon érződik is az előadáson, pozitív értelemben. A nulladik nap az egészségé az EFOTON, ingyenes szűrésekre is van ugyanis lehetőségük a fesztiválozóknak a házigazda Semmelweis Egyetem közreműködésével. Az egészségügyi fejlesztési központja az egyetemnek, illetve a hallgatói önkormányzata gondolta, hogy a legegészségesebb fesztivál keretein belül itt az EFOTON elvégeznénk különböző szűrővizsgálatokat. Alapjában véve a busz az három részből áll. Itt van egy általános szűrőpaletta, itt vércukormérés folyik, vizelettesztek, valamint testzsír összetétel mérés is. Ezen kívül pedig szájüregi szűréseket is végzünk. A szűrések mellett sokan sportoltak is az EFOT nulladik napján, röplabdáztak a vízparton a fiatalok, de egyéb sportágakba is belekóstolnak majd. Mindenféleképpen szeretnék kipróbálni még a strandröplabdát, meg igazából én a strandkézit ismer, nekem ez még ilyen első alkalom. Az idei házigazda, a 250 éves Semmelweis Egyetem a szervezőkkel közösen célul tűzte ki, hogy a fesztivál a legegészségesebb fesztivál legyen. Köszönöm, hogy az idei EFOT-nak a Semmelweis Egyetem lehet a házigazdája. Ez számunkra azért is fontos, mert hogy ebben a tanévben leszünk szeptembertől 250 évesek, úgyhogy ez nekünk egy jubileumi tanév, de a 250 év tradíciói mellett mi azért úgy igyekszünk fiatalosak lenni, és a fiatalságnak a kulcsa azok a hallgatók, akik hozzánk járnak, meg azok a hallgatók, akik a felsőoktatásba járnak, és engedjék meg, hogy erre mennyire odafigyelünk, egy adatot mondjak. Éppen a napokban látott napvilágot az az új felsőoktatási rangsor, amelyben a Semmelweis Egyetem a 41. helyet ért el Európában. Ez kifejezetten a hallgatói véleményekre, a hallgatói ajánlásokra és az oktatási teljesítményre vonatkozott. A legjobb közép-európai egyetem voltunk, sőt, ha pusztán csak a hallgatói véleményeket néztük volna, akkor 14. helyen szerepeltünk volna, úgyhogy ezzel is azt gondolom, hogy itt vagyunk az EFOTON, és a házigazdák lehetünk, azt üzenjük, hogy a jövő a hallgatóság, és a jövő az olyan hallgatóság és az olyan fesztiválozók, akik egészségesek, mert hiába vagyunk mi Semmelweis Egyetemként egészségesek, hogyha az a 135 ezer fesztiválozó, aki itt van, kevéssé követi ezt az egészséget, és hát így innentől nem más a cél, ambiciózusak vagyunk, mint hogy mindazokkal a programokkal, amiket ide hoztunk, az egészség szolgálatában legyünk, és innentől itt van két szűrőbusz, ahol van négy rendelés, ott aztán vércukor, vérnyomás, koleszterin, mindenféle olyan anyagcsere paraméter mérésre lehetőség van, amit fontos, hogy lássunk, tudjunk, hogy minél hamarabb elkapjuk az esetleges kóros folyamatokat, még úgy, hogy ne gyógyszerszedés legyen, hanem prevenció, és tudjunk itt beavatkozni, és hát nem csak ilyen szűrési lehetőségek vannak, hanem a szűrési lehetőségek mellett egészséges étkezés, egészséges életmód, hogyan mozogjunk. A másik dolog, ami talán még fontos és lényeges lehet, hogy persze egészségesen kell élni, a másik pedig az, hogy sportolnunk is kell, és éppen ezért az Egyetemisták Főiskolások Országos Bajnokságában van egy kis strand röplabda, strand kézilabda, meg vízilabda is, tehát ezek az országos bajnokságok is most zajlanak.
És hogy ezt mennyire komolyan vesszük, hogy nem csak itt az EFOT-on szeretnénk ezt csinálni, a most elindított kurikulum reformunknak is ez egy két fontos pillére. Egyrészt innentől nem végezhet úgy nálunk hallgató, hogy kötelezően valamilyen egészségügyi intézményen kívüli prevenciós programban nevet volna részt, hiszen az egészség ott kezdődik, hogy kilépünk ezen falak közül, és ilyen fesztiválokon próbáljuk meg az egészséget előrébb vinni. A másik pedig, hogy minden karunkon és minden évfolyamunkon innentől kötelező lesz a testnevelés, hogy ezeken a sportbajnokságokon, OB-ken is minél jobb eredményt tudjunk elérni. Valaha volt legnagyobb fesztivál területen dolgozunk az idei évben, és minden esély megvan arra, hogy megdöntsünk a tavalyi éves rekordunkat. Azt gondolom, hogy sokat fejlődött a rendezvény az előző évhez képest is, illetve megőriztük azokat a pozitív elemeket, mint például a nagy színpad első idősávjának a jeleléssel való hát megtámogatását, hogy azok a vendégeink, akik egyébként halássérültek, halláskárosultak, ők is élvezhessék ezeket a programokat, valamint az idei évben egy újításként egy Sky terasszal is készülünk a Nemzeti Innovációs és Kutatásfejlesztési Hivatalnak a jóvoltából, ahol ingyenesen a résztvevők körülnézhetnek és megnézhetik a velencei tavat, illetve az esti koncerteket is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon izgalmas és érdekes kikapcsolódási formát kínál. Még egyszer nagyon köszönöm, köszönjük a Velence városának, a régiónak és a 250 éves Semmelweis Egyetemnek, hogy segítették az idei EFOT megszervezését. A szervezők beneveznek a legegészségesebb fesztiváldíjra is. A város polgármestere azt mondja, évről évre képes megújulni a rendezvény, amelynek köszönhetően magát, Velencét is egyre többen ismerhetik meg. Összességében 8-szor van itt Velencén az EFOT, és sorozatban már 5. alkalommal. Folyamatosan bővülő részvétellel, ami azt mutatja, hogy jó döntés volt mind a város, mind pedig az EFOT részéről, hogy gyakorlatilag befejezték a vándorlást, és erre a helyszínre tették le a voksukat. Gazdaságilag a városnak ez jelentős bevételt jelent, és ugyanamellett még támogatni is tudjuk egy jelentős összeggel magát a rendezvényt. Már a kisebb gyermekbetegségeket kiküszöböltük, és kiválóan tudunk együtt dolgozni, azt hiszem. Évről évre egyre szélesebb a repertoár itt az EFOT-on. Minek köszönhető talán ennek is, hogy ekkora népszerűségnek örvend? Hát folyamatosan gondolkodunk az újabb és újabb lehetőségeken, de szeretnénk megismerkedni az ide látogatókat nem csak az EFOT-tal, hiszen napközben van azért szabadidejük, és különböző külsős programokat is szervezünk. Azért aki ismeri ezt a térséget, tudja, hogy van itt bőven látnivaló, van itt lehetősége kis mozgásra is, és úgy tudom, hogy egyre többen élnek is ezzel. És nem csak a helyiek, a velenceiek vagy a környékbeliek, hanem esetleg a külföldiek is, erről is egy kicsit beszéljük. Igen, hát egyre több nemzetközi rangos sporteseménynek is házigazdái voltunk az utóbbi néhány évben. Ennek köszönhetően szerintem külföldön is egyre több országban megismerték ezt a helyszínt. Én vallom, hogyha ez valahol Nyugat-Európában lenne ez a település, akkor ez egy igazi turista paradicsom lenne, de nem adjuk föl. Küzdünk ezzel, és ilyen fórumokon is, mint ez az EFOT, lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy kicsit megmutassuk önmagunkat. Itt egy kicsit megismerhetik, gondolom én, Velencét is, magát azok, akik majd eljönnek ide fesztiválozni, vagy akik már itt vannak. Tehát nem csak itt a helyszínen vannak, gondolom, hanem azért megnézik a várost és hát a tavat is. Igen, és van itt látnivaló bőven, elég, ha csak azt mondom, hogy a legnagyobb homokkal borított strandja a Magyarországnak itt van a Velence korzón, aztán a tavalyi évben megválasztották, vagy lehet, hogy az idejében most nem vagyok 100%-ig biztos, de a kilátónkat a harmadik legszebb építménynek, és azt gondolom, hogy azért vannak itt olyan borospincek, ahova érdemes ellátogatni, vannak itt olyan kerékpárutak, amin érdemes végigmenni, és egy-egy helyen megállni, ahol vannak még látnivalók. Mindig is úgy gondolkodtam, hogy nem egy településnek kell itt egy hétig vagy két hétig itt tartani a turistát, hanem a térségnek, és azért, ha itt körbe megyünk, akár Gárdony, akár Kápolnásnyék, akár Pákoz, akár Sukoró, tehát itt mindenhol van mit nézni, van egy kis látnivaló, minden településen vannak jó éttermek, és azt hiszem, hogy mindenhol kedvesen, barátságosan fogadják az ide látogató turistákat. Ahogy én bekerültem a felsőoktatásba, az EFOT fesztivál forgatag akkor már
elragadott magával, akkor még nem Velencén tartották, szervezték sorozatosan az EFOT-ot, de most sokkal-sokkal jobb, mint volt régen. Folyamatosan fejlődünk, szépülünk, épülünk. Ahogy egyébként a fesztivál helyszínen is látszik, a fejlesztések folyamatosak. Megpróbálunk minden évben egyre fejlődő minőség mellett egyébként megtartani azt a hangulatot, azt az életérzést, ami az EFOT-hoz köthető. Itt nem csak a hallgatóbarát árakról szeretnék beszélni, vagy szeretnék említést tenni, ami egyébként látható, meg érezhető, hanem arról, hogy igazából ez egy felsőoktatási ünnep. Itt az EFOT-on minden évben a felsőoktatás hallgatói több ezrével, több tízezrével megjelennek, és ez egy olyan találkozási pont, amit nem jó kihagyni, nem jó elmulasztani. Ezt a feelinget, ezt az érzést szeretnénk tovább erősíteni idén is. Én nagyon-nagyon szépen szeretném szintén megköszönni a Semmelweis Egyetemnek, hogy idén házigazdái lettek az EFOT-nak. Az a csapat, aki ezen több mint fél éve dolgozik, mindent beletett. Úgy érzem, hogy azok a programok, amivel a Semmelweis Egyetem hozzá tud járulni a fesztivál sikerességéhez, azok minden eddiginél túlmutatóbbak, és minden eddiginél izgalmasabbak. Ezt tudni kell egyébként a fesztiválról, hogy már jó régóta egyébként bejelentkeztünk a legsportosabb fesztivál címére. Ezt eddig még senki sem vitatta. Most a következő badge-et is szeretnénk megszerezni, ez pedig a legegészségtudatosabb fesztiválnak a jelvénye. Idén egészen biztos vagyok benne, hogy a Semmelweis Egyetem ehhez hozzá tud majd járulni. Hogy miért is több? Miért is több ez a fesztivál szerintünk, mint a többi? Az szerintünk egyrészt a hangulaton kívül és a fesztivál összetételén kívül a programokban kell keresni. Itt ülünk jelenleg a civil tér közepén, ami jelenleg is épül, szépül, holnap fogja megnyitni a kapuit, és ez biztos egy olyan hozzáadott érték egyébként a sport mellett, ami miatt ide jó visszajárni, és a felsőoktatás hallgatói nagyon-nagyon előszeretettel választják ezt a fesztivált, hogy egy kicsit megünnepeljék az előző évet, és leeresszék a fáradt gőzt. Mindig kérdezik tőlem, hogy miért támogatjuk ennyire az EFOT-nak a Velencét, ami jelenlétét. Egyrészt azért, mert bízunk benne, hogy a fiatalok, a gyerekek, most már az én gyerekeim is az EFOT korosztályba léptek be, és jönnek fesztiválozni. Tehát, hogy az EFOT az valóban kultúrát, jó szórakozást biztosít a gyerekeinknek, és abban is bízunk, hogy ebben a... Hogy fogalmaztál az előbb, elnök úr, hogy egészségtudatos fesztivál, ugye? Igen. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy jó körülmények között, kultúráltan, remek programmal tudjuk várni az egyetemistákat. Ugyanakkor itt a térségnek az egy nagyon komoly hozadék, hogy tavaly több mint 115 ezer vendégészakával büszkélkedhetünk, és immár két éve megosztjuk a vendégészak utájáról idegenforgalmadó bevételt Velence és Sokoró önkormányzatok között, hiszen ugyan alapvetően Sokoró, vagy alapvetően Velencén van a fesztivál, de a szálláshelyek egy része átlóg az evezős pálya miatt Sokoró közigazgatási területére 20%-ban, Sokoró 80%-ban pedig Velence részesedik az idegenforgalmi adóból. És ne felejtsék el, hogy minden egyes idegenforgalmi adó bevétel forintot az állam egy újabb forinttal egészít ki. Tehát az, hogy itt a turizmus fejlődik, hogy a turizmus évről évre egyre jobb kínálata programmal és infrastruktúrával várhatja az egyéb időszakokban is ide látogatókat, ez részben az EFOT-nak is köszönhető. A fesztivál legnagyobb bulija holnap kezdődik az EFOT-on, csütörtökön fellép a Kowalski meg a Vega, a Punani Masszív, az Animal Cannibals, lesz táncház, pénteken pedig színpadra lép Rita Ora is. Hétvégén a rockvonalat erősíti majd a Tankcsapda, de itt lesz a Margaret Island, Scooter, a Halott Pénz, valamint a Follow the Flow is. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg, én bízom benne, hogy még többeknek hoztuk meg a kedvét ahhoz, hogy eljöjjenek ide a Velencei tó partjára, és az EFOT-on együtt bulizzanak itt a résztvevőkkel, a koncerteken érezzék jól magukat. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!